39 milliárd dolláros ajánlatot tett a hongkongi tőzsde működtetője a londoni börzét működtető vállalatra. A hongkongi tőzsde üzemeltető jelezte, csak akkor érdekli a londoni, ha kútba esne a londoni értéktőzsdének az a terve, hogy 27 milliárd dollárért felvásárolja a világ egyik vezető pénzpiaci adatszolgáltatóját, a Refinitivet. Az üzlettől a Hongkong Exchange and Clearing azt reméli, hogy együtt könnyebben versenyre kelhetnek más tőzsde üzemeltetőkkel. A hongkongi cég már jelen van Londonban, hiszen a londoni fém tőzsde tulajdonosa.